Nem hirdeti ki a június 4-ét a trianoni szerződés napjává nyilvánító törvényt az államfő, szivárogtatta ki az AD Vörül. Klaus Johannisze helyett alkotmánybírósági kontrollt kér a magyarság által kifogásolt jogszabályra. A Szociáldemokrata Párt a békediktátum centenáriuma előtt bírálta az elnököt, amiért nem hirdette ki a törvényt. Itt tegnap Romániában még nem lehetett hivatalos ünnep június 4-e. A Trianon törvényt két magyar ellenességéről hírhet Szociáldemokrata Párti szenátor, Titusz Kollecián és Sörbán Nikolái kezdeményezte tavaly. Válaszul arra, hogy a Magyarország gyűlés a nemzeti összetartozás évének nyilvánította 2020-at, Trianon 100. évfordulóját. A bukaresti lap által megszerzett dokumentum azzal érvel, hogy egy törvény lényege a szabályozás, ez azonban csak nyilatkozatot tartalmaz, jogi következmények nélkül, tehát elégséges lett volna, ha a parlament nyilatkozatot fogad el a kérdésben. Szijjártó Péter magyar külügyminiszter néhány napja Bukarestben tárgyalt Bogdan Aurescu román külügyi tárcavezetővel, és egyértelművé tette, hogy gesztusokat várnak el a román féltől. Ugyanaznap Kelemen Hunor RMDSZ elnök a magyar külügyminiszterrel tartott közös kolozsvári sajtótájékoztatóján kifejezte reményét, hogy Klaus Johannisze államfő nem tetézi az elmúlt hetek magyar ellenes megnyilvánulásait a törvény kihirdetésével.